valójában az első programozó is nő volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez csak egy ilyen tévhit. Szerintem lányok is csinálhatják. Nem, szerintem nem, csak mindenki ezt mondja, és el is hiszünk. Végül is akár lányok is csinálhatják, sőt, a jövőben én teljesen el tudnám képzelni egy olyan női szakmának, amilyen most nem. Hihetetlen sok területen kell a lányoknak megállni a helyüket. Egy termék ötletet prezentálnak, hogy szerintük a jövőben hogyan néz ki a tanulás, illetve hogyan működhet jól, hatékonyan, szórakoztatóan a tanulás. Megtanulnak egy csapatban dolgozni, programozni is ezen a versenypályán, amit itt láthatunk. Tehát az első fordulóban 10 pontot sikerült szerezni, a másodikban, ha jól tudom, ott megakadtunk sajnos, úgyhogy az nem sikerült. Viszont most egy óránk volt tesztelni, lányok mindent végigprogramoztak, végigfinomítottuk mindent, ahogy csak tudtuk. Úgyhogy szerencsére már ők is abban a fázisban vannak, ahol mindent megtettünk, amit csak lehetett, úgyhogy már nem is izgulnak annyira. Megnézzük, hogy mit sikerül kihozni a harmadik fordulóban. Ezt a prezentációt a csapatmunkán és a robotverseny során mutatott teljesítményük és hozzáállásuk alapján a zsűri egybehangzóan szavazta meg. Hatásszünet. Megvan. A RoboGirls Hungary csapatán. Gyertek lányok a színpadra!